Évente 1,5 millió lökhárítót gyártanak a Réhau legújabb üzemében. A legmodernebb technológiával készült alkatrészeket aztán a világ nagy autógyáraiba szállítják, így Kecskemétre a Mercedes gyárba is. Az új hartyáni létesítményt tegnap adták át hivatalosan. A beruházást, ami 50 milliárd forintba került, a kormány 7 milliárddal segítette. A külgazdasági és külügyminiszter az átadón arról beszélt, hogy az új gyár tovább növeli majd a magyar járműipar, és ezzel együtt a magyar gazdaság teljesítményét. A Réhau globális hálózatának legnagyobb és legmodernebb gyára jön itt létre Újhartyánban. Ebben a gyárban csúcs technológiával állítják elő azokat a lökhárítókat, amelyeknek egy jelentős része a közeli kecskeméti Mercedes gyárba kerül majd. 63 ezer négyzetméternyi gyár épült, és évente 2 millió négyzetméternyi autó alkatrész befestésére nyílik lehetőség ezzel a beruházással, amely 720 új munkahelyet teremt. A miniszter elmondta, hazánk mára felzárkózott a világ 20 legnagyobb autóipari exportőre közé, s csak a lökhárítók kivitele háromszorosára nőtt az elmúlt években. Az ilyen fejlesztések húzták tavaly a GDP-t, amely a várakozásokat jóval felülmúlva 7,1%-kal növekedett éves összehasonlításban. Ez egy történelmi rekord, ilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa. A kormány szerint segítettek az adócsökkentések, valamint a családok, cégek és beruházások támogatása. Három nagyon komoly, a gazdasági életet jól leíró rekordot tudtunk megdönteni, ugyanis soha korábban ennyi beruházásról egy év leforgása alatt még nem állapodtunk meg. 1886 milliárd forintnyi beruházás indult meg a tavalyi esztendőben. 4,7 millióan álltak munkában, amely 1 millióval több ahhoz képest, mint amit 2010-ben mérhettünk. A miniszter hangsúlyozta, 2021-ben csúcsot döntött az export teljesítmény is. Ebben pedig szerinte hatalmas szerepe volt a német autóipar és a magyar gazdaság együttműködésének. Szijjártó Péter elmondta, hazánkban a német vállalatok mintegy 300 ezer embernek adnak munkát. A két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly 11%-kal nőtt, végső értéke pedig minden bizonnyal meg fogja haladni a 60 milliárd eurót, ami pedig szintén rekordot jelent.